Trafik mutyi és mutyi filter. Újra heves vitát keltett a trafik botrány a parlamentben. Az országgyűlés elnöke a szerinte sértő hangnemre hivatkozva megtiltotta a szocialista Szanyi Tibornak, hogy elmondja interpellációjára. A képviselő az üléstermen kívül persze elmondta azt, így az ATV híradó nézői is láthatják, hallhatják. Elvenni sok tízezer ember megélhetését és gátlástalanul átjátszani a kiválasztott rokonoknak, barátoknak. A szocialisták a trafikügyről kérdezték a Nemzeti Fejlesztési Tárca államtitkárát. Pillanatok alatt felbojdult az ülésterem. Politikai ártani akarása az megelőzi a józanészt, és megelőzi a konkrét jogszabályoknak az ismeretét. Képviselő úr, legyen szes, moderálja magát, ne óbigasson be, államtitkár úr a szó. Kövér László a bekiabáló MSZP-s honatját csak figyelmeztette, de a szintén trafikügyben szólni akaró Szanyi Tibor el sem mondhatta az interpellációját. Szanyi Tibor képviselő úr IPER 1968-as számon benyújtott interpellációját visszautasítottam, mivel a feltett indítványok megfogalmazása sérti az országgyűlés tekintélyét, elhúzásuk fegyelmi intézkedésre is okot adhat. Szanyi Tibor végül csak táblát tartott fel az ülésteremben, de azt a parlamenti stúdió nem mutatta. A szemfüles fotósok azonban megörökítették. Nem értem ezt a fenyegetést. Hogy most akkor elhangzik, nem elhangzik, egyáltalán hogy gondolta Kövér László? Szanyi Tibor az üléstermen kívül az újságíróknak felolvasta az interpellációját. Sokszoros jövedelem a haveroknak és a csókosoknak, ez ám a vérbő disznóság. A képviselő szerint ő olyat nem mondott, amilyet bármilyen fideszes képviselő nevet volna a szájára bent az ülésteremben. A Fidesz nagyon fontos közjogi helynek tartja a Magyarországgyűlést, és ott nem lehet mindenféle alpári stílusban megnyilvánulni, mi ezzel teljesen egyetértünk. A Fidesz szóvivője azt azonban nem tudta megmondani, miért értenek egyet Kövér László döntésével, ugyanis nem olvasta az interpelláció szövegét. Sajnos idézni sajnos nem tudok. A házelnöki titkárságon kérdeztünk utána, hogy mi volt az oka a házelnöki döntésnek, és az döntés hátterében ez állt. Tartalmi kérdések helyett inkább a stílus kérdés volt az, ami problémás volt, a stílus pedig, mint tudjuk, maga az ember.